Amikor beszélgettünk arról, hogy hát miről tarthatnék itt előadást, ugye vannak nekem specialitásaim, amivel évek óta foglalkozom, és ugye mondtam, hát akkor a pénzügyi személyiségek, ez a 8 típus, meg hogy legyen akkor a rövid teszt, és akkor meg tudjátok csinálni, és erről beszélünk. De már akkor motoszkált a fejembe, éreztem, ugye intuíció megszólalt, hát itt más témát szeretnék hozni, persze természetesen az alapja a pénzügyi személyiségek. És elterveztem, meg volt a terv, meg volt a vázlat. Nem szoktam nagyon részletesen kidolgozni, de azért úgy meglegyen a fejembe, és megengedem, hogy ugye az intuíció impulzusként megérkezik a helyes információ. De két nappal ezelőtt jött az információ, vagy az impulzus, hogy más kell. Úgyhogy leültem, és leírtam ezt, amit nektek ma elhoztam, tehát hogy azokat a kéréseket ebben a sorrendben, hogy legyen egy íve, és legyenek azért felismeréseitek, úgyhogy előadás az kicsit hülyén hangzik, de minden esetre, amiről ma szeretnék beszélni, hogy a vállalkozásod sikere csak rajtad múlik. Én 19-szel, majdnem 20 voltam, én úgy mentem el Szlovákiából, menekültem, magyarként Szlovákiában én nagyon-nagyon nem éreztem jól magamat, magyar pedagógus szülőknek a gyereke vagyok, és nagyon-nagyon éreztem, hát ki kell mondani a rasszizmust, én nem éreztem, tehát két szék között éreztem magamat, se magyar nem voltam, mert ugye annak nem fogadtak el, de se szlováknak nem éreztem magamat soha szívemben. És mivel az egyetemen már nagy problémáim voltak, mert nem ültem sose a számon, és azért jó megmondtam mindig a véleményemet, gondoltam, hogy itt vagy baj lesz, vagy egyszerűen meg kell hunyászkodnom, és azt nem tudtam, úgyhogy 20 évesen kaptam a lehetőségen, egyetemtől volt egy ilyen szemeszter külföldön, hát akkor jó, kimegyek, kicsit ópérkedek, megtanulom a nyelvet, aztán majd látjuk. És annyira szerettem kinn lenni, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt otthonommá vált, Németország mentem ki először Hamburgba, utána a Svájc érkezett, megérkezett a szerelem, férjemet láttátok vele, 25 éve vagyunk együtt, és 4 gyermekünk van, és hát majd a saját történetemről, majd a történetbe az előadás közepén szerettem volna mesélni. Csak azt szerettem volna mondani, hogy ismerem én is ezt a dolgokat, hogy hogyan árazom be magamat. Én 20 eurós órabérrel indítottam a vállalkozásomat, coachként, amikor a családállítással készen voltam, life coachként elindultam, megnyitottam a praxisomat, 20 euró. Még hogyha ezt át is számoljuk forintba, ugye nekem kicsit az anyami, hogy euróba van, mint forintba, az is nagyon-nagyon-nagyon kevés összeg. De ezzel indultam, 20 euró órabérem volt, és most már nem órában gondolkodom, hanem most már éveket tervezek, tehát egy egész évre tervezem, és már nem órába gondolkodom, de ez egy út, és ezek a személyiségek, amikre így ráleltem, meg a saját tapasztalataim, ugye ezek adták magát a folyamatot, úgyhogy ez történt az elmúlt 15 évben. Úgyhogy ez a témám, és az első kérdés mindjárt rólatok szól, tehát én úgy szerettem volna csinálni, hogy kicsit interaktívak vagyunk. Most ez vagytok ti, rajzolunk hajat, szoknyát, maslit. Oké, a szabadság. Mi az, amit szerettetek volna megélni, hogy ó, most akkor ezért leszek vállalkozó? Azzal kelljen együtt dolgozni, akit én választok. Oké, lélekkliens, oké. Vagy ügyfél, most nem tudom, hogy Magyarországon, hogy mondják ezt a soul clientet. Oké. Ja, hogy oké. Hogy hát, hogy úgy végül is, hogy meg kellett lépned. Ez a sors, vagy? Sors. Hozta az élet, oké. Mi volt a célod azzal, hogy vállalkozol? Tehát, hogy volt egy cél, vagy egy vízió? Csak az értékteremtés hajtott? Hogy értéket teremteni? Pénzt teremteni. Mennyi pénzt? Tehát annyi, amennyi elég, fedezi a számlákat, vagy sok pénzt, vagy már volt egy konkrét összeg, hogy na azt a milliót. Jó, mondjuk forintban a millió az nem oly izgalmas, de... Ha már egy egész is. Esetleg utazás, megvenni valamit. Nekem az anyagi függetlenség elérés volt a cél. Uh-huh.
Én azt is szoktam hallani, hogy a ház, jó Magyarországon nagyon sok ember ugye saját ingatlan valakik, most ezt fölírom, ház a kerttel, medencével, vagy esetleg valahol kint külföldön, a lélekkliensek kapcsolódás, hogy azt csinálom, amit szeretnék, a minőségi idő, mondjuk, hogyha, minőségi idő, tehát hogy az időt felrajzolom, ugye a másikokkal együtt kapcsolódni, például szerelem, az is lehet egy miért a vállalkozásban. Nekem fontos szempont volt, hogy egy kis munkahelyet tudtam létrehozni 2008-ban, amikor ugye mindenhol szűntek meg a munkahelyek, és zártak be. Saját magadnak. Csoportosan munkanélkülivé váltunk, olyanokkal, és hogy hétfő részére, velem együtt hétfő részére egy stabil, megbízható kis munkahelyet létre tudtam hozni. Tehát másoknak. Másoknak adsz egy helyet, ugye? Tehát munkahely. Okay. Én így legalizáltam a hobbimat. Mert hogy továbbra is alkalmazott vagyok, de tudok számlát adni a hobbimból. Oké. Hány százalékra értétek el azt a célt? Meg gondolom azért, hogyha most nem is mondtátok így ki, ugye, hogy szabadság, meg hogy a lélekkliens, meg hogy sors hozta az élet, másoknak munkahely. Lehet, hogy volt bennetek egy olyan gondolat is, hogy ugye ez megvan fogalmazva, vagy lett volna ott egy vágy is valamilyen anyagi számban. Akkor is, hogyha nem beszélünk róla, azért hogy megvan a fejünkben a kép, hogy hát ez nekem ezt jelentene számba. Tehát például, elnézést, én nem tudok forintba úgy gondolkodni, úgyhogy én inkább így euróba mondom. Jó lesz? Jó? Oké. Okay. Tehát, hogy az elején abban gondoltam, hogy fú, hogyha 2000 eurót tudok kocsként keresni. Utána, tehát, hogy ugye megszámosítjuk. Akkor is, amikor ilyen vágyakról beszélünk, akkor ugye általában, anélkül, hogy most ezt így bevalljuk, vagy nem, van ott egy szám mögötte, amit szeretnénk. Ugye, hogyha szeretnék egy házat Spanyolországba, akkor ott most nem 10 milliós forint az, ami nekem kell, hanem mondjuk minimum kell 300 ezer euró például, attól függ mondjuk, hogy hol vagyok. Tehát, hogy általában ezek mögött van valami szám is, amit szeretnék elérni. Mennyi százalékba értétek el a célotokat, amit akkor választottatok, ugye, amikor azt mondtátok, hogy oké, most vállalkozó leszek, és ezért leszek vállalkozó, és volt egy célod, vagy egy víziód, majd erről is beszéltünk, mi a kettő között szerintem a különbség, hogy hány százalékba értétek el? Tehát, hogyha most is visszagondolsz, vagy most is, ahogy élsz, hogy hány százalékban érted el, hogy érzed magadat, hogy ott vagy már a célnál, és mennyi százalékra? Csak úgy, kapásból, mi az, ami ösztönösen kijön? Andrea, gyere! 80. 80, oké. Okay. Mondjatok számokat. Oké. Okay. Tehát akkor a legtöbben ilyen 50 és 80 között vagytok, ugye? Ugye, hogyha most mondjuk itt százalékba rakjuk.